Hat történelmet írtunk ma Székesfehérváron, mondta a koronázó városban a honvédelmi miniszter. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy véli, óriási jelentősége van hazánk biztonsága szempontjából annak, hogy a fehérvári székhelyű közép-európai többnemzeti hadosztályparancsnokság elérte a kezdeti hadműveleti képességét, amit az Európai Szövetséges Erők főparancsnoka hitelesített. A miniszter hozzátette, a cél a teljes hadműveleti képesség elérése, és ennek a folyamatnak a része az, hogy a magyar és a szlovák NATO erőket integráló elem a közép-európai többnemzeti hadosztályparancsnokság alá tagozódott be. Így a mai esemény kettős ünnep, és azt bizonyítja, a NATO keleti szárnya egyre erősebb, a nemzetek egységesek és szoros együttműködésben dolgoznak a térség biztonságáért. A közép-európai államok védelmének megerősítése a NATO határon húzódó háború miatt nélkülözhetetlen. Szalai Bobrovnicki Kristóf emlékeztetett, a fehérvári NATO elem 2019-ben kezdte meg működését. Teljesen világos volt, hogy a Védelmi Szövetség a világ legrégebbi és legerősebb védelmi szövetségének keleti szárnyát meg kell erősíteni. Nem volt még ilyen parancsnoki struktúra Közép-Európában. Ez egy bölcs és jó döntés volt, és komoly előrelátásról tett tanúbizonyságot. Azóta kifejlődött, és elérte azt a pontot, hogy a kezdeti műveleti képességet elérte ez a parancsnokság. Szlovákia védelmi államtitkára szerint ez az ünnep fontos mérföldkő, és megerősíti a tagokat abban, további erőfeszítéseket kell tenni a biztonság fenntartása érdekében. Ezzel, hogy megünnepeljük a kezdeti műveleti képesség elérését, két üzenetet közvetítünk. Az egyik az ellenfeleinknek szól, különösképpen Oroszországnak, amely egy nem kiprovokált agressziót folytat Ukrajna ellen. A másik üzenet pedig a NATO-nak és szövetségeseinek szól, hiszen mi nem csak elkötelezettek, de felkészültek is vagyunk arra, hogy megvédjük magunkat abban az esetben, ha bármi történne. A honvédelmi államtitkár hozzátette, ezt az üzenetet befelé is közvetítjük a NATO tagok országaiba. Szalai Bobrovnicki Kristóf az ünnepségen emlékeztetett, egy felmérés szerint a NATO támogatottsága a magyarok körében 7%-kal magasabb, mint a szövetséges országok átlaga.